Éméből fölzengő, csinglingling, számcsengő, számcsengő, csinglingling, télöblén halkarring. Ez csak az egyik vers a sok közül, amivel Horváth Lili művésznő és aprósága üdvözlik a Szentestén érkező titkos ajándékhozót. Tudjuk jól, hogy minden családban generációról generációra száll, hogy ki a misztikus lény, aki ilyenkor besorran az otthonunkba, és akinek olykor levelet is szokás írni. Nálunk Jézuska angyalka, de mindig azért úgy megvolt a misztikuma, ezért én ilyenkor legyerekesedem, ilyen táj, tehát hogy annyira így át tudom élni ezt a karácsonyi várakozás csodáját. Papám részéről elég nagy a család, és akkor mindig az egy ilyen hatalmas karácsonyban volt, tele alatta rengeteg ajándék, de mindig volt, hogy felolvastuk a Bibliát, énekeltünk, és akkor rengeteg unokatestvérem van, és akkor a kicsiktől egész a legnagyobbakig mindenki mondott verset, vagy amit tanult, éneket, tehát hogy így nem rögtön így ráruhantunk az ajándékokra, hanem úgy megvolt ennek adva a módja. A levelet, ami egy ilyen télapóval, az ilyen papírból ki van vágva, azt én a Jézuskának küldöm, és az úgy néz ki, hogy ilyen, hogy át van x-elve az, amit mégsem kérek, meg így lerajzolom oda, hogy miket kérek. Sőt, múltkor hozott egy papírt is, amire mindenkinek a mama, papa, Áron, Ádám, és akkor aki jó cselekedetet csinál, annak egy pecsét jár. És akkor tulajdonképpen így készülünk a jó cselekedetekkel a ünnepre is. Ahogy az embergyerek növekszik, szemfülesebb lesz, és bizony formálódik a hitvilága is. Lili ebben a formálódásban a fokozatosság híve. Régen például, amikor egész picik voltak, akkor azt csináltuk, hogy a karácsonyfát is ugye a Jézuska angyalka hozza. De most például az is pár éve már, hogy nagyobbak, azt szoktuk csinálni, hogy előző este mi együtt díszítjük föl a karácsonyfát, és akkor tulajdonképpen alá hozza az angyalka az ajándékot. Tehát, hogy ezt is egy kicsit már, hogy őket is belevonjuk a dolgokba. Én szerintem Ádám már úgy sejtegeti, de szerintem ő is még azért így sokáig fog így ebbe így hinni tulajdonképpen. Mert minél tovább él bennünk egy álom, annál tovább tart a boldogságunk. Ráadásul pofon egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy miért is várja világszerte annyi gyerek azon az estén a Jézuskát. Mert ott mindent megkapunk, amit nagyon-nagyon vártunk, meg kértünk, de nem kaptunk meg, és csak a Jézuskától kaptunk meg egyszer.